Ez a Teljes Terjedelem, Magyarország első futballpodcastja. A mai adásban Baumstark Tibor és Bognár Doma. És ezúttal Galambos Lánielt köszöntjük. Nagy szeretettel ismétek köreinkben, Imárom, mint a World Soccer magyar nyelvű kiadásának főszerkesztője. Egyrészt gratulálunk ehhez, másrészt pedig akkor kezdjük is ezzel a beszélgetést, mert hogy március 5-én jelent meg az első magyar nyelvű World Soccer, És kezdjük ott, hogy egyáltalán mi az oka annak, hogy ez magyarul megjelent, mert én úgy tudom, hogy eddig a World Soccer, mint brit lap, kizárólag angol nyelven jelent meg. Igen, sziasztok először is. Szerintem jó dolog, hogy van a piacon egy, egy színes havi futballmagazin, lehet neheti is, de az sincs ugye, úgyhogy ilyen szempontból ez hiánypótló. Nem jellemző valóban a World Soccerre, vagy nem is, azt, azt, nem tudom, hogy, hogy megjelni kell valami. Én nem láttam még csak angol nyelven egyébként, hogy más országban is megjelni kell. Egyébként lehet, hogy Bajban vannak olyan szempontból most már licenc jogokat el kell adni esetleg, és ez is lehet hogy gazdasági megfontolása simán lehet. És ugye ez nem titok, hogy azért fizetni kell, hogy, hogy a, a magyarországi kiadónak, hogy kiadhassa a magyar nyelven. Szerintem nagy dolog, hogy elérte egyáltalán, hogy mi húzódik meg mögötte, hogy. Kikeresett meg kit. <laughs> Hát a, a ki, az az ügynökség, akikkel kapcsolatban van a Magyarországi Kiadó, mert van egy BBC History nevű lap is, például csak ennyit elmondhatok, Aha. és akkor ajánlották nekik uh, például a World Soccer-t. Nyugodtan reklámos, pofátlan, nem, nem, pofátlanul. Nem, ne. nem is a reklám, hanem hogy ő, tehát ezt ajánlották, és ők meg úgy gondolták a kiadónál, hogy akkor bele lehet, hogy érdemes belevágni, úgyhogy ők bevallottan nem nincsenek benne a sportvilágában, a futballban sem. és ő, Miért annyira... választottak hogy aki szintén nincs? I igen, egyrészt. Nem ez magyarázza meg, hogy miért választottak engem. Tehát nem hát kellett... Azt az kellett... Ja, jó, igen, igen úgy, 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 fordíthatjuk úgy is. És, ö, ö, ja, úgyhogy... Igen, úgyhogy így, nagy, így felelősség, szabadság is, mert ugye végül is azt csinálok azzal a részsel a kvázi, amit akarok, vagy a szerkesztővel, de tehát az 50 csak hogy ennyit eláruljunk, tehát az 50 így van a megállapodás is, és az 50 az az eredeti, az az angol nyelvű anyagok, ugye ez mondjuk annyiban más a, mondjuk a korábbi forfortunál, ami talán inkább a, az angol piacra összpontosított. Itt ez a, ugye a van mondom a World Soccer, tehát ez, ez azért nagyon nemzetközi, tehát a világ minden pontján, és a World Soccerre jellemző is, hogy, hogy mindig ilyen ingyentségeket is próbált állalni, tehát olyan exotikumokat, ugye az első számban az dél-koreai dél liga rajtja Japán rajt, és akkor azt alaposan körbejárva. Ez... És de emellett persze magban van a mainstream is, az főleg azt mi hozzuk a mainstreamet szerintem a magyar részről, mert még az volt ugye az elv, és amiért valószínűleg a kiadó is rábonított, hogy ebbe érdemes bele fetszölni pénzt meg energiát, hogy, hogy azért a válogatott az régen volt, ugye ennyire sikeres, mint most, vagy le, is régen imádták ennyire, tehát ez még fontosabb szerintem, hogy nagyon szeretik ezt a válogatottat, imádják a szövetségi kapitányát, van néhány olyan játékosunk, aki topligában játszik, és azon belül is van egy szoboszlai Dominikunk. Tehát gondolom, így, ezek így összeálltak, hogy mikor, hanem most, és jön egy EB, és akkor érdemes belevágni, ez volt az elv, aztán meglátjuk, hogy a közönség vevő erre, tetszik-e neki, amit, amit alkotunk. Úgyhogy nekem ez, nekem ez, nyilván nekem is egy kihívás, hogy ezt most így, így összerakni egy ö, szerkesztővel, kitalálni a magyar részt főleg, de azt is, hogy mi az angol részekből mi legyen. Úgyhogy úgy, 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 így szerkesztek, és a büntető.com meg továbbra is írok. Tehát nekem az ugyanolyan fontos, tehát az is egy ilyen, egy ilyen szerelem, hogy a büntető.com írni, ide meg szerkeszteni. Két teljesen más dolog. Itt annyit azért el kell árulnunk, hogy podcast az 2014-ben indult el, és én akkor még World Sucker előfizető voltam az angol nyelvű kiadványnak, úgyhogy még a korai adásokban szerintem elég sokat emlegettünk cikkeket. Pont ezt az exotikumot, amit te is kiemeltél, hogy japán bajnokság, afrikai bajnokságokról olyan ínyentségeket írtak le, vagy olyan dolgok szerepeltek az újságban, amiknek az ember valószínűleg utána sem nézne, utána sem keresne. De ez 1960 óta létezik ez a kiadvány, tehát mondhatjuk, hogy az egyik hanem legpatinásabb, nemzetközi futballal foglalkozó kiadvány, mert ugye a francia futball azt hiszem ennél régebbi, de az azért elsősorban eleinte... A... minden országban sorolhatnánk a helyi lapoknak ugye a kezdetet, az jóval régebben volt, nyilván a nemzeti sport is jóval régebben. Ja persze, volt a csak a... Igen, csak ugye ami a, futball ami a nemzetközi, nemzetközi elismerté vált, ugye, de a World, World Soccer valóban, tehát egy abszolút patinás, akik írnak bele, ugye azok is azért, azért a, a nemzetközi kiadásba is azért Ö, elit. Elit, elit újságok, és egyben, nálam is az volt a szempont, hogy egyetlen vagy két kritérium egyik, hogy igyekezzünk azért olyan témákat állani magyar témákat, amik talán érdeklődésre adhat számot, elsősorban az említettekről válogatott szövetségkapitány légiósok, Főleg vagy, szok, a Stadler vagy, vagy a stadlerről. Vagy a stadlerről, de másik, hogy legyen olyan téma is, ami kicsit lehet, egy kicsit nosztalgikus, talán érdekelhet embereket. Tehát azért nem csak a mainstream van, hanem van a mainstream mellett az is, ami ugyancsak is a másik kritérium, tehát a téma választás mellett, ami nyilván alapvetés egy egy lapnál a másik kritérium volt, hogy, hogy jó újságírók legyenek. Engem csak ez érdekelt, hogy jótól újságírók írjanak ebbe a, a lapba, és őket próbáltam ö, verbuválni. Talán erre voltam a legkíváncsibb, hogy ki az, akiket sikerült meggyőznöd, és, és itt olvas a névsort szerintem abszolút meggyőző volt a dolog. Arra kíváncsiak, hogy azért ők egyből rábólintottak-e, ugye Sinkovics Gábort máshol, Marosigerit is máshol nyilván, Csurka Gergely, és lehetne sorolni még a neveket, Szabó a neveket, akiket... Szabó, Szabó Pít, jön még Murányi Andris, akit, akit nem, korábbról népszabadság nemzeti sportban az egyik legjobb tolul, jön a következő számban, ők úgyhogy azt tényleg a legjobb. Elsőre szívesen, hogy Szerencsére igen. Szerencsére igen, azt mondom. Igen. Szerencsére igen. Remélem, hogy ez nem rajtam múlt, tehát most jól jó jó, néz, jó lenne így magamnak vindikálni ezt a jogot, de nem, tehát ez a, ez a szerintem a World Soccer, pont, hogy ez egy olyan, ez hát egy olyan a brand, de azért ez egy a... olyan, nyilván az, hogy ismerte, ismerem Igen. őket, a számított, ismerem mindegyiküket, de amellett az is, vagy leginkább az, hogy ez a brand, azért ez, ez erős, és ez még a, az én korosztályomnak, vagy nálam is egy picit fiatalabbnak, a nálam idősebbnek plán azért még talán mond valamit Magyarországon is, és szerintem ebbe, ebbe úgy gondolták, hogy azért rang, rang írni. Van egy olyan hatalmas ereje is a World nek, amit itt a francia futballal kapcsolatban említettünk. Azok a díjak, amiket a World Soccer évente osztogatott, azok nagyon komoly presztízsértékkel bírtak. Terveztek-e olyat, hogy itt a magyar nyelvű kiadásban, persze a gondolom a globális díjátadás az ugyanúgy megmarad, hogy most ugye volt egy 21-es lista a legjobb magyar játékosokról, de lesz -e mondjuk éves díj? Ugye a három legfőbb díja a World nek, az az évcsapata, az évedzője és az év játékosa van igény arra, hogy legyen ebből magyar specializált? Az én részemről akár lenne, de ehhez az kell, hogy hogy éljen ez a lap, tehát ö, tényleg itt ezt várjuk meg, hogy van erre közönség, amelyiket amelyik szívesen megveszi, úgyhogy ez tényleg a hall, rajtotok, hallgatókon, meg olvasókon múlik, hogyha ha úgy érzik, hogy ez, ez tényleg megér, ennyit ö, ö, ugye 1890 forint, mindegy, hát ez bizonyos szempontból lehet, hogy drága valakinek, de azt veszük, hogy hogy, hogy most tényleg bemész egy cukrászdába, és ezt mondtam például hogy a sajtótájékoztatás, és veszel egy szeret tortát, meg még egy, egy kávét hoz, az valószínűleg ennyi. Tehát, még a képes sportot még 750 forint vettem. <laughs> hát, amiben dani szintén szerepe volt. Abban volt, igen, abban is. De hát úgyhogy úgy, ugye, úgy hogy nagyjából igen. A díj, ez attól függ, de sok mindent le lehet majd csinálni. Szerintem először azt kell meg, tehát azért Magyarországon élünk az, hogy, egy, hogy meg tud-e meg tud élni egy, egy sportlap, az, egy, az most egy kísérlet valahol. Tehát azért valószínűleg az sem véletlen, hogy nincsenek. De ezzel együtt ez tényleg lehet egy hiánypótló, és ha valakinek erre van igény, és remélem, hogy, hogy lesz, hogy olvasson, szerintem jó anyagokat, az annak, annak, annak ez szerintem ezt érdemes. Havonta egyszer ezt megvenni, az szerintem, az szerintem érdemes. De mindegy, most így nem akarom reklámozni, mert, mert is majd kiderül legalább, hogy legyen egy ilyen puding próbája, amiatt viszont szívesen mondhatom. És ez nem lesz, aki. O, o, azt tudom garantálni, hogy aki elolvas, az nem fogja egy elhajítani utána, hogy ezért adtam ki ennyit. Szerintem, e, szerintem e, ennyit, ennyit azért talán garantálhatok, az de ezt ő nem nekem kezd, benne. mert nektek kell eldönteni. Hát meg, akkor annyit. Akik már belenéztek. Hadd kérdezzek már, hogy nektek volt a -e tek benne, vagy kedvenc rész? Hát nekem az egyik ilyen kedvenc, nem véletlenül említettem ezt a Stadler sztorit, mert uh -huh. nekem az a, a nosztalgia mondani. faktort is egy kicsit megjelenítette nekem. Sinkovics Gábortól is nagyon régen olvastam uh -huh. most már cikket, úgyhogy ez is benne volt. Meg volt benne azért egy jó adag tényfeltárás is, talán olyan információkkal, amik így és ebben a formában nem nagyon hangoztak el korábban. De a másik, ami nekem nagyon nagy kedvencem, meg ami, ami ugyanúgy élt a World mint a korábbi számokban, ezek a kis kitekintők, pont ez a japán bajnoki rajt. Mert Tényleg, ez olyan, amiről egyébként nem nagyon olvasnék, de hogy mondjak egy dolgot, és akkor bocsánat, itt nem akarom teljesen más irányba vinni, hogy nekem mi volt az, amiben a legtöbbet segített annak idején a WorldSacker a munkám során, ezek a külön kiadások, amik az egyes tornákra jöttek ki, ugye EB-re, vb re nagyon jó kis rövid írások voltak játékosokról, csapatokról, edzőkről, hogy ezek ugye nem a havi számként Aha. jelentek meg, ilyen lesz? -e. Hát nekünk ez havi szám lesz. Tehát most azért azt nem merjük meg bekockáztatni, hogy plusz mondjuk EB előtt megjelenjen egy külön szám, és akkor két hétre rá meg megjelenjen még egy, mert ha tudnánk biztos, hogy nagyjából elfogyna legalább, vagy részben, akkor, akkor, biztos lesz. Tehát ezt nem, nem, nem hagyhatjuk ki egy Európa bajnokság előtt azt a bizonyos külön számot, amiről te is beszéltél, mert az olyan alapos, meg, meg tényleg arról szól, amit az ember nagyjából olvasni akar egy torna előtt, mert amikor közben kézbe akarod venni, és egy csomó, közben egy csomó adatot belelapozol, és, 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 megtalálsz egyes játékosról, csapatról, edzőről. Úgyhogy ez biztos hogy, biztos, hogy benne lesz, de az a, a havi, havi lapszám. Na bocsánat, nektek mi a kedvencetek? Hát én most én mondjak, hát most Persze, nekem azért. Hát olyan... Mint a főszerkesztő hát, azért. Akkor mit mondjak? Gerázolim, mert én csináltam vele az interjút nem ezt vicceltem. De tényleg egyébként vele nyilván mindig élmény beszélgetni. Marosi erköz szerintem remekül megírta ezt a, ezt a toplistát, tehát olyan jó tollal, és tényleg nagyszerűen azt együtt alakítottuk ki aztán, ugye a szerkesztőség a sorrendet, de ahogy megvan írva, szerintem az az, az, az nagyon jó. Van egy olyan, amit, amit kicsit nyilván külföldi mintára, de az én történetem, amikor egyes szám első személyben beszél ö, valaki, ez most Éfer András az első lapszámban, és mindig lesz egy, egy ilyen, és az életének a legfontosabb elemeit idézi föl. Úgyhogy az szintén, hát most ad le a sztori, ugyancsak, de szerintem nagyon alapos Franz Beckenbauer a visszaemlékezés, ami a, a, a ugye az eredeti. Volt a, a séferes, ez hogyan készül? Mert én azt akartam mondani, hogy az, az nekem különleges volt, és hogyha az Atletiken is olvasok egy ilyet, vagy hmm. Coach's Boyson, igen, Players' Tribune is, e, ilyen, az, az hogy készül? Egy sima interjú, és aztán az átirat? Hát ez most azt a szerző, szerzőtől kell megkérdezni. De hát nyilván valahogy, valahogy úgy alaposan kikérdezni, nyilván valahogy úgy, igen, és akkor utána azt, ő, azt leírni, amit ő mondott. Tehát ezt ő, ez tényleg az ő, az az ő, ő élete, és ő, ahogy ő megfogalmazta, nyilván egy újságíró ez egy nagyon picit azért alakítja szerint, hogy, hogy, hogy ő hogy szeret írni, mint hogy a élet, az egyes szám első személyben megírt életrajzi történeteknél is ugye van egy társ értelemszerűen, de nagyjából úgy igen. igen. Doma neked? Ö, az a baj, hogy pont az első stadleres volt, hmm. aztán ez jutott eszembe a séferes, hogy ez különleges, amikor tényleg a saját szavaival egyes szám első személyben írja meg de a harmadik is ahhoz kapcsolódik, amit Dani mondott, hogy ez a képesportban ugyanígy volt, mondom, nekem az volt, amit a leggyakrabban olvastam, legtöbbet olvastam, és azok a kis színes rovatok, amikor röviden kell tömören, de egyrészt humorosan és tartalmasan megfogalmazni valamit, azokat én nagyon-nagyon mm -hmm. nagyon szeretem. És az a kis színes, ami az elején van, hogy számokban akkor, hogy mi történt az elmúlt hónapban. Hát ez is az eredetiből. Igen, az eredetű de van saját kis színes, csak egyet, bocs, ha még mondhatok, ez a, az, amikor hárman megszólalnak, ez a kikérdező címet adtuk neki, rovatnak, és abban most az ügynökök, a játékos ügynökök vannak, ezért szerintem nyilván. azok elmondtak olyanokat, amit eddig nem olvastunk, hogy, hogy, kit miért, hova nem sikerült akár eladni, vagy, vagy hogy, 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 hogy sikerült sztoriát annak az egy-egy transfernek, úgyhogy szerintem az ő, és abban mindig jön majd más következő számba játékvezető, aztán majd megint más, úgyhogy ilyen színesebbeket is próbálunk. Még annyit, hogy mennyi egy lapszámnak az elkészült? Tehát gondolom, hogy ahogy befejeződött most, március 5-én kijött az új, már addigra réges -régen. Meg kellett tervezni, és el is kellett kezdeni az újat. Ez pontosan így van. Ö, addig, már, már, már azt kitaláltuk addigra. Felhívtam azokat, akik, akik a, az új számban szerintünk szerezzék, a, vagy megírják az új, új anyagokat, úgyhogy igen, ez most, tehát most, amikor, tehát múlt hét kedden jelent meg, ugye, és most így, úgy nagyjából, hát a felén már túl vagyunk az új számnak, tehát úgyhogy betördelve meg minden, úgyhogy. De az angol felén. <laughs> az egész egésznek, úgyhogy. De jó, akkor fordítók is, Bántibor például. Ja, így van. Úgyhogy nagyon-nagyon veretes és nagyon jó társaságot sikerült összeszedni, meg nagyon jó újságot összehozni. Én tényleg már olvastam a nagy részét, és úgy voltam vele egyébként, hogy uh, amikor szombaton a kezembe vehettem először, akkor hát eléggé sűrű volt a hétvégén, mindenképpen belelapozok, hogy legyen miről beszélni, de mondjuk egy, uh, egy másfél órával lecsökkent az alvásidőm miatt a <laughs> vasárnap reggelre, úgyhogy ez is jelzi, hogy tényleg érdemes forgatni a lapot. Akkor neked ez a hetet pillanata, hogy megjelent a lap? Lehetne, lehetne az is, de hogyha akkor focizzunk, akkor, vagy, akkor, akkor nekem, ha választanom kell, akkor az Herikén, ha kicsit így még egyszer hazabeszélhetek, másképp hazabeszélhetek. És, és hát ugye az, hogy most két meccs öt gólt, tehát megint a triplázás a hétvégén. Jó, az ötből lehet, hogy volt egy pár, amit még én is berúgok, de, de az, ott kell lenni, tehát és, és ő mindig ott volt, de volt, mert a még a kapufája is volt, óriási labdája, pont a hétvégi meccsen asszisztja ugye csapattársnak, tehát itt azért ő szerintem most azért meg, hát folyamatosan mutatja, hogy, hogy miért igazolt a Bayern. Nem érszem Fehér Csabival beszéltünk még a szezon hogy mit kérdezi, mennyit fog rúgni. Mondta, hogy a 30 bajnoki gól az a, az, az, alsó hang, tehát az a, az a minimum. Ugye ott tart most, plusz van hat a bajnokok ligájában, tehát és hát most kérdés, hogy nyere egy, egyébként bármit is, mert most már csak b t nyerhet legfeljebb. Hát illetve az a rekord azért szerintem kérdés. Tehát az 12 döbbenet, gól kell hozzá. Döbbenet, 30 gól, ugye kilenc meccs van, még 9 meccsen 12 gól. Hát ha ez az, az, az ütem megmarad, mint amit az elmúlt hetekben produkált, akkor egyáltalán nem lehetetlen. Sőt, ha jól emlékszem, de javítsatok ki, hogy Lewandowski sem állt jobban ebben az időszakban, amikor megdöntött a rekordot. Nem? Jobban állt, csak jobban pont, nem? pont volt egy sérülése, ami miatt ja, neki nem. volt egy kis kihagyása, és nem kell olyan nagyon durvátlag ahhoz most Neget. kénynek, hogy meglegyen a rekord, pont emiatt. Hát tényleg személyes kedvenc, bocsánat, ugye nekem, de de nem az Irikát úgy is kapja, hát szanaszét fogják szedni, hogyha nem nyer semmit a Bayern, ugye hiába rúg most, és nem rajta fog múlni, hogy nem nyer a Bayern, hát ez teljesen egyértelmű, de hát ezt neki állnia kell majd, hogyha ha nem lesz trófea, hogy oda ment ahhoz a csapathoz, ahol száz százaléknak tűnt, hogy trófea lesz, és nincs. Ez lesz az utolsó szezon, tehát hogy most akkor jövőre nyeri. Hát igen, úgy gondoltuk az előző. Igen, Ezen. Is. Ezen. Tehát Ezen. Ezután a nyolc, egy után most... Ö... Már van, egy nyári, már van egy nyári meg e? még, még a BL-ből nem estek igen, ki. állandóan szegény Mainz-on vezeti le a feszültséget a Bayern. Na, no, de akkor nézzük, hogy mi volt Ádinak a pillanat, egy kicsit most átnézzünk Olaszországban. Messi nem magyaráz nagyon ott Pablo Marinak és Juricsnak, két kivel a fejelő játékos. Közben gyorsan elvégezték a társak a szögletet. Ez így lesz. Nagyon jó! Ó, oh, mi csoda gól! A 18. percben 2-0-ra vezet a Monza a Dani Mota találatának köszönhetően. Nem hiszem, hogy Pessinaik erről beszélgettek volna, de ez valami lenyűgöző volt. Ennél kiválóbban a brazil támadó ezt a találhatta volna el, és ha valaki nem tudta volna persze, hogy milyen állampolgárságú, akkor azt hiszem, hogy azért ebből a lövésből kitalálta volna. Fericsáni próbálja nyugtatgatni Strothman-t. Nem lesz egyszerű. Egy szenzációs találat. Dani Mota negyedik gólya ebben a szezonban. Nyugodtan mondhatjuk, hogy a legkülönlegesebb jó eséllyel. Gyönyörűen találja el. Szenzációs mozdulat. Na hát ha Brazil lenne is, szép lenne, de így még szebb, hogy Portugál. Uh, ahogyan itt egyébként Ádi a videójában is ezt már javította, ilyen gólok vannak a szériában. Figyelet most már World Soccer főszerkesztőként? Majd most már muszáj lesz, muszáj lesz. De a Japánt is, meg a Dél-Koreit. Minden, reggel fölkelek, és este tízig csak, 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 és az, csak, külön, egy csak egy persze, a ligákat, és minden. Dani Móta, hatalmas gól igen. a Monzában. Igen. Annál váratlanabb dolog tényleg nem volt az újságban, mint hogy kitaszíthatja le a vissza a Kobit a trónról, esetleg a Harry q vezette Yokohama F. Marinos lesz a befutó. Hát egyébként, amikor a láttam ezt a képet, pont azon gondolkoztam, hogy én sokat láttam őt focizni még annak idején, de biztos, hogy nem ismertem volna meg őt. Ha, meg úgy az emberben nincs is meg, nem, hogy most tényleg Japánban edző, nem? Igen. És akkor én föl, tud, föl, dolgokra, amikor ilyeneket olvasol. Na és akkor hallgassuk meg szerintem Bence gondolatait is, mert hogy ő is Olaszországból hozott nekünk valamit. Miután a hétközben a Brighton ellen Daniele de Rossi római edzői tevékenységének legjobb, legösszetettebb, legkomplexebb teljesítményét nyújtotta a Róma, totálisan annulálva a Brighton minden erősségét, és brutálisan kíméletlenül kihasználva minden jelenleg meglévő gyengeségüket, hétvégén sikerült előrántani a legrosszabb teljesítményüket Firenzében. Az, hogy ennek ellenére 2 2 döntetlennel távoztak a Fiorentinától, egy hatalmas segítség nekik itt az Európai Kupákért vívott küzdelemben. Ehhez szükség volt egy 90 plusz 5. perces Diego Jorrente egyenlítő találatra az utolsó pillanatban. Nekem ez a hét pillanata. Önmagában akár csak lehetne a lövés technikai kivitelezéséért is, mert hogy egy ennyire kiélezett pillanatban így kirúgni a hosszú felsőt levegőből védőként, az tényleg minden elismerést megérdemelne. De hogyha egy picit hátrébb lépünk, akkor, ha nagyon őszinték vagyunk, a Róma nem biztos, hogy akár csak egy pontot is érdemelt volna ezen a meccsen. Egyébként is azért szükségük volt az elmúlt hetekben a szerencsére. Az, hogy ez a sorozat nem fejeződött be, az nagyon-nagyon sokat érhet nekik, és De Rossi edzői pályafutásának is, mert hogy fontos lenne, hogy meglegyen a BL, és ez úgy, hogy a szériá lehet, hogy 5 BL indulóval mehet neki a következő szezonnak, egy abszolút reális cél a Milán Juventus Inter trió mögött nagyon-nagyon feltorlódott a mezőny az olasz bajnokságban, úgyhogy minden egyes ilyen egymás elleni mérkőzésen megtartott előny vagy megszerzett pont sokat érhet. Emiatt nagyon-nagyon fontos volt az, hogy végül egy nagyon megnyomott második félidővel a Róma visszatudott kapaszkodni, és egy pontot mégiscsak elhozott Firenzéből, akármilyen teljesítményt is nyújtottak, akármennyire nem is érdemelték meg ezt. Itt már Diego Jorrentét magát a gólszerzőt idéztem. Na hát akkor ez alkalmat ad arra, hogy egy kicsit beszéljünk arról, hogy mi történt még a hétvégén a szériában, meg egy kicsit majd arról is, hogy hogyan is alakul ez a versenyfutás azért, hogy melyik két ország delegálhat majd öt csapatot a bajnokok ligájába. Olaszországban ugye egyre biztosabbá válik, és tényleg most már időkérdése csak, hogy az Inter mikor nyeri meg a bajnokságot. A Bolonyát tudta úgy legyőzni, Simon Inzegi csapata, hogy hat embert is pihentetett az Atletico Madrid elleni bajnokok ligája visszavágó előtt, és egy nagyon jó meccset játszott a két csapat, ezúttal Biszek volt a gólszerző, egy csere közép hátvédje az Internek, iszonyatosan mély a kerete, Inzegi gyakorlatilag az elmúlt hetekben nem tud olyan döntést hozni, ami ne sülne jól, Lautaro Márti ezt végig a padon hagyta, úgyhogy ez nagyon-nagyon érdekes lesz, hogy az Inter Vajon, mert ugye sokszor láttunk már ilyet, hogy ha a hazai porondon valaki pihentet, azzal kicsit kiszedi a ritmusból a kulcsjátékosokat, és hogy a nemzetközi szinten ez mire lesz elég. Ez a ritmus, ez 13 meccses győzelmi sorozatot jelent, amin meg lehet döbbenni megint és újra, mert előtte is volt egy döntetlen, nem tudom, a Genoa ellen volt egy Bologna elleni kupavereség, tehát hogy azok is csak ilyen olyan botlások, ami teljesen jelentéktelen, és ma, ha még így se tudnak kikapni, ezt az atlétikót látva, amelyik meg a cadiz volt képes 2-0-ra kikapni, hát ez egyértelműnek tűnik így. Mögötte egyébként a Milán előzött, az Empoli elleni 1-0-ás győzelmével, Pulisic szerezte ott a gólt, és... lesz a vége közte, figyeld meg! Hát a inter és a második között. Igen, igen, ugye botladozik a Juventus meg a Milán is természetesen, de ott közöttük viszonylag szoros a versenyfutás, a Juventus az Atalanta ellen elért kettőket és döntetlenjének köszönhetően most lecsúszott a harmadik helyre. Valószínűleg ennek különösebb jelentőségeit a nemzetközi kupaindulás szempontjából nem lesz, hát nyilván presztízsértéke egy ezüstéremnek, illetve egy bronzéremnek. Azért van, lehet, Egyébként ugye az Atalantát kell még mindenképpen kiemelni, amelyik január 15-től kezdve sorozatban öt meccset nyert már. Úgyhogy különösen itt Kopp Miners, deketeláre és néhány olyan játékos jó formájának, meg formajavulásának köszönhetően nagyon jól néz ki Gasperini csapata. Úgyhogy itt ez a verseny, ez külön érdekes Ez de Rosszinak egyébként nagyon ad a gép, szerintem a Rómában, miközben egyébként a Brighton elleni teljesítményért tényleg dicséret illeti nagyon a Rómát, de most egy kicsit az az érzése az embernek, hogy azt, amit elvett a sors, a Murignyó féle Rómától, azt most így kamatos túl visszaadja a hát De, de van -e elég néző az olimpikóban ez a kérdés, ugye? Hát igen. Hogy vannak -e annyi, mint Murignyó? elég arra... nagy a egyébként De Rossinak, úgyhogy Persze. ebből a szempontból kicsit ilyen marketing döntésnek tűnt az ő kinevezése, de egyelőre szerintem váratlanul jól sültem, majd a kérdés szerintem az lesz, hogy mi történik, hogyha jön egy olyan vereség, spirál esetleg egy-kettő, olyan rossz eredmény, aminél másfajta edzői munkát kell végezni, mint akkor, amikor nagyon-nagyon megy a szekér. Ezt meglátjuk, és akkor mondott te a te pillanatodat? Hát, Kőpapírolozhatunk egyet, szerintem? Mondja Mondtam akkor én. Tegnap este történt a dolog, azaz vasárnap este egészen pontosan. Egyébként az időzítés is érdekes. Brahim Diaz és a marokkói válogatott házasságáról van szó. Ugye pont ma, azaz március 11-én kezdődik az iszlámban a ramadán. Ami a foci világra is azért általában hatással szokott lenni. Ugye az iszlámban Egészen más a naptár, ott az ottani uh, holdnaptár szerinti kilencedik hónap jelenti a Ramadánt, és hogy pont most jelentették be, ugye Marokkóban is az, az iszlám a fővallás, pont most jelentették be azt, hogy uh, Brahim Diaz valószínűleg, sőt szinte biztosan marokkói válogatott lesz. Azt hiszem, hogy itt az órákban várható, egy hivatalos bejelentés is majd. Egyelőre csak nem hivatalos, sőt, Fabricio Románótól és a Markától és az Asztól is, de ez rendkívül izgalmas, és talán a marokkói válogatottal kapcsolatban váratlanul nagy horderejű. Mert hogy a spanyoloknál nem igazán számítottak Brahim Diazra, vagy hát Luis de la Fuente nem akarta, nem merte őt behívni. Asensio, Abel Ruiz, Sarabia, ugye, aki nagyon sokszor kezdő, ilyen nevek mindig ott voltak a válogatott szünetekben. Brahim Diaz viszont egyetlen egyszer volt korábban spanyol válogatott. Hát vagy hogyha ott a pálya középső támadó részét nézzük, akkor Pedri vagy Gavi is oda illeszkedik. És ők meg most még ki is estek, ugye Gavi keresztalak, Pedri talán fölépül majd az eb de hiába várt Brahim Diaz, olyan szintű megkeresés, mint a marokkói válogatottól nem érkezett. Ugye azt lehet tudni, hogy Regragi már az Afrika kupa előtt is megkereste őt, de akkor még azt mondta Brahim Diaz, hogy na még egyszer utoljára, hát ha, hát ott leszek az EB keretben, és úgy tűnik, hogy bénázott a spanyol szövetség, és a spanyol médiumok mind azt mondogatják, hogy egyszerűen addig bénáztak a spanyolok, és annyira határozatlanok voltak, meg De La Fuente is biztos elküldte a hivatalos meghívót a Real Madridnak. Ugye ilyenkor először nem a konkrét keret jön ki a válogatott szünetre, hanem csak küldenek egy, egy e-mailt, vagy levelet, nem tudom, faxot a csapatoknak, hogy ezt vagy azt szeretnénk majd kikérni a válogatottnak az edzőtáborába. És ezt valószínűleg megkapta Brahim Diaz és, a Real Madrid, de hogy Luis de la Fuente nem éreztette azt vele, amit regrági igen, hogy számítunk rád, és egyértelmű alapember leszel, már pedig a marokkói válogatottban az lesz, és azért egy VB elődöntős válogatottnak a hívása, az, az mindenképpen olyan dolog lehet, ami, ami így megragadja az embert. Brahim Abdel is megragadta. Mert hogy ez a teljes neve, ugye? Igen, Annyi kiegészítés csak, hogy itt nagyon fontos, ha valaki esetleg azon gondolkodik, hogy hogyan fordulhat elő, hogy egy olyan játékos, aki felnőtt válogatottban már bemutatkozott, az nemzetet vált. 2020. szeptembere óta, hogyha egy kettős állampolgárságú játékos három vagy annál kevesebb meccset játszott, és itt lehet ez tétmeccs is egy adott válogatottban, akkor dönthet még úgy, hogy egy másik országot választ. Ez mindig egy nagyon-nagyon kényes, meg érdekes téma, ugye az édesanyja, az, aki marokkói. Nem, a apai ágon a nagymamája. Ja, ja igen, apai ágon, igen. Hát szerintem, amit mondtál, hogy egy VB elődöntős csapat, az szerintem ilyen, azért most azért számított, én azért azt gyanítom, nem tudom, hogy neki ez de hát lehet, hogy már előtte is fontolgatta, vagy jóval előtte is fontolgatta végül is, de hogy mondjuk, hogy a végső lökéshez akkor így, így mondom inkább, szerintem az, az talán még abban jelenthetett neki. Igen, de az plusz, hogy... is pluszt, hogy... Az is pluszt ez volna, hogy Európa-bajnokság közeleg. Ugye az afrikai nemzetek kupáját pont most játszották le, tehát viszonylag távol van a következő ami. torna. 2025. És ki vége, tudja, most 2026. nagyon jó formában van Diaz, most azért a Real Madridban is kap lehetőséget. Ki tudja, hogy akkor, akkor mi lesz? Tehát egy kicsit ezzel is számolva, meg ebben is gondolkozva, egy nagyon érdekes döntés. Nyilvánvalóan egy pillanatig nem akarom én emiatt bírálni. Egy nagyon, kicsit nagyon sajnálom. nagyon hogy, Tehát, hogy. Ha csak a pályafutását nézed, akkor Manchester City, Real Madrid és Milán, ugye a három fő állomás. a Milánnál nemhogy nem vallott kudarcot, ott ö, olyan jó időszakai is voltak, ami alapján bőven megérdemelte volna azt, hogy ne csak egyébként -egy, egy litvánok elleni barátságos meccsre dobják be, és ne csak ígéretként tekintsenek rá. A Real Madridnál pedig, hogyha valaki kiegészítő ember, az nehogy már ne jelentsen annyit, hogy legalább meghívják De. egyszer egy De. olyan válogatott szünetre, amikor van barátságos meccs is, és nem csak tét meccs. Kicsit ilyen Willi Orbán effektus, nem? Mert ugye ő is, mikor ide, tehát pont akkor, amikor nekünk nem igent mondott, azután este ki ugye a középső védők a német válogatottból, és akkor mindig ez volt, hogy akkor most ő megbánta, vajon vagy nem, nyilván utólag valószínűleg, valószínűleg nem. De itt is az az, hogy várt, várt, mert ő is várt a németre, várt, 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 ez hasonló lehet a ha helyzet. nem, azt sajnálom, hogy ő marokkói válogatott lesz, hanem azt, hogy a marokkói válogatottnak sokkal kevesebb meccsét látjuk, mint egy európainak. És így én az elbén is szívesen néztem volna hát például hát Úgyhogy emiatt ez És ugye van itt egy még döntés. egy pár húzambocsánat, hogy ugye Lamin Yamal szintén lehetne marokkói, vagy lehetett volna marokkói és spanyol válogatott is, viszont nálam megtörtént az a behívó, amivel le tudták láncolni a spanyol válogatotthoz. És ezért ő, azt hiszem, már meg is van a három válogatott meccse, tehát ő most biztosan nem tud váltani a, a marokkóiakra. Na, akkor mondom én is a saját hetem pillanatát, ez pedig az, hogy éden nevezték el a Lille edző pályáját, és ez azért egy érdekes dolog, mert szerintem most már, főleg itt az utolsó évei alapján a Real Madridnál, amit töltött, mindenki ilyen negatívan emlékszik Éden Ezerre, miközben valahol volt egyik legjobb játékosról beszélünk az ő személyben, vagy legalábbis képességek alapján feltétlenül. Ugye 2011-ben a Rudi Garcia irányította lille bajnoki címet nyert, akkor az egy zseniális fiatal csapat volt, és 32 millió euróért, ami azért elég komoly pénz volt, akkor adták előtt a Chelsea-nek. És a chelsea ben is brillírozott hosszú-hosszú éveken keresztül. És pont amikor most itt felavatták ezt a kő szobrot, vagy képet, vagy minek hívjuk, ott az edzőközpontnál azt néztem, hogy milyen jó formában és milyen jó állapotban van az az, az ár, akit az utolsó években folyamatosan azzal piszkáltak, hogy milyen kövér. Hát fogta a fejét a doma itt végig, de igen, mert, Olyan, te, nem, mint, mert te... minden második héten, vagy minden hónapban kijön egy videó, egy podcast, vagy interjú egy korábbi csapattársával, aki elmondja, hogy ilyen lusta volt azár ennyire <laughs> hát nem dolgozott. Eddig, jó, hát az lehet. Hát és aztán is. megjelent a Jö. meccsen, és Jö. ki volt, nem tudom, ki volt most a legutóbbi, lehet, hogy John Obi Mikkel, vagy teljesen mindegy, mondta, hogy hát igazából az volt a helyzet, de TikTokban, TikTokon futok bele az ilyen videókba, az volt a helyzet, hogy az se tudta, hogy kik a West Ham játékosai, és akkor mondta a taktikát az edző, nem tudom, akkor éppen ki volt az edző, mondta a taktikát, Azár meg bejött oda a videózásra, hogy figyelj, én nem tudom, kik ezek, de ez a West Ham, adjátok nekem a labdát, és én belövöm, és tényleg ez volt a hozzáállás, és fogalma nem volt, hogy ki volt ott az ellenfélben. Hát és Jó. mi lett volna, hogy egy kicsit szorgalmasabb? Hát a ez tényleg. az, igen. És akkor így idáig jutni, igen. Tehát Isten áldott a tehetség, tényleg, tehát a, tényleg, ahogy mondtad, fenomenális játékos volt. Az dicstelen dics dics lezárása ennek a karének az a Real Madrid, vagy az a madridi korszak, nem, az nem csak rajta múlt azért, mert, ment ennyire pek, de biztos tehetett arról is, hogy ennyi, együtt volt sérült, vagy nem tudom, de hát az, az alapján, mert nem ő volt a legprofi ember ö, felkészülés mintapéldája, az valószínű. Hát de akkor ezek de, után miért neveznek de, el valakiről edzőt? Hát táját? jó, Tudod ez igaz, tett? pláne, jó, oké, okay, de, de amit tudott ő a, a labdával, amilyen félelmetesen tudott futballozni, amilyen veszélyes. De, de mindig az volt, amikor a Chelsea csúcs Chelsea-ben csúcsformában volt, hogy közvetlenül a, Ugye akkor volt ronaldo, ronaldo Messi a, csúcsa, Ronaldo Messi, akik a, két kiemelkedő, után közvetlenül. Tehát, és mindig az volt bennem, hogy elérhete e oda, abba a magasságba eljuthat-e a Ronaldo Messi. Hát valószínűleg, valószínűleg pont eljut, Pont igen. emiatt nem jutott el, amiről beszéltetek, mert ami a lábában volt, hát biztos simán meg volt a lábában, mint ami ronaldo Simán. Ami messi az lehet, hogy nem, de ami ronaldo igen. Csak hát Ronaldo aki ugye hát a, a tényleg a, a, a vérprofi, aki mindent alá rendelt annak, hogy ő a világ legjövője legyen, és az is lett, hát az ebben ez annyira nem volt meg. Még egy, ja bocs, Ebben az is benne van szerintem, hogy ugye, hogyha valakinek ö, ennyire el tudják negatívan csúfítani ezt a képét, az imázsát, akkor nem árt, hogyha elneveznek róla egy edzőpályát, mert ezzel a hagyatékát is ápolott tulajdonképpen. Ez nagyon fontos hogy, szerintem is. Hogy a Lilnél mondjuk úgy emlékezzenek rá, hogy ő példakép van. Bár pont ezt akartam mondani, hogy a Lilnél azért van kire emlékezni, tehát a Lilnének az utánpótlás nevelése az egészen szenzációs. Nem minden játékos ott kezdte a focit, de nagyon sokan vannak olyanok, akik borzasztó fiatalon kerültek oda, és aztán ott tudtak kiteljesedni, csak néhányat azért, hogy így is sokat ki fogok hagyni. De Salomon Kalu, aki szintén a Premier League-ben is azért letettem a jelenlegiek közül Yves Bissuma, az aki Lil játékos, Rafael Leao, ugye a Milanban jelen pillanatban, vagy Mike Menyan, Viktor Osimen, ugye szintén Lilleből, vagy Idris szegely, aki a maga posztján szerintem szintén egy, egy klasszisnak. De róluk mondható. még nem neveznek el edzőpályát. Hát egyelőre nem, majd a következő. Lehetne Luis Campos edzőpálya is hát. akkor. Hát igen, nyilván neki is ebben, ebben elég nagy szerepe hát. volt, és készültél valami quizzel doma. Igen, ez már a Premier League-hez, hogyha rákanyarodunk. Kanyarod. Remélem, hogy nem olvastátok azt az etletik cikket, hogy ugye jelen pillanatban 28 forduló ment le a PL-ből, és három, három, az első három helyezettet egyetlen pont választja el. A Premier League történetében a bajnokság ezen szakaszában ilyen kevés még sose volt a különbség az első három között. Azt hittem az az ez a kérdés, kérdésem, mert ezt tudtam volna, hogy voltál ilyen kevés. Igen. Az a kérdésem, megfordítva a dolgot, hogy mennyi volt a 28. forduló után a legnagyobb különbség a Premier League történetében az első és a harmadik csapat között? Első és a harmadik között? Hát lehet, hogy ott a 17-es, 18-as City idényben kell keresgélni, mert ott lépett el nagyon a Manchester City. Én és azt a mondanám... A United is nagyon lemaradt, ugye? A Góczám a második a United. És akkor a Spurs volt talán a harmadik, ugye? Ja, hogy is Spurs? Ott a 28. Hát az edély az edély kon, edély igen, edély akkor, akkor még jó volt a Spurs, ez jó, hogy mondod, igazad van. Akkor... Hát ott akkor mennyi lehetett egy 25 pont? Nem mindegy, ezt csak úgy tippből mondtam. Ez se rossz. A 19-20-as idény a megfejtés, hogy így rögtön ja, csapjak a közepébe. Ja, közepében. amikor a City meg a Liverpool. Ott is City-Liverpool City versenyfutás volt, és ott csak a ugyanígy a nyert, 28. fordulóban. Itt még a City vezetett, tehát hogy ennél a 28. fordulónál és 32 pont volt az előnye a harmadik helyezettel szemben. A 19-20-asban? Igen. Akkor az az... Akkor az be, hát hát ott végig a Liverpool vezetett. Liverpool Akkor lehet, hogy a, Liverpoolnak hát a az az Liverpool. a Liverpool az, biztos, hogy az, az, az végig vég, vég a Liverpool. Az szerintem végment, Azt szerintem végig A tehát, hát tíz fordulóra a előtt, meg már, már majdnem nem megnyerte. Majdnem bajnokok voltak. Kis majdnem. akkor úzás, de, de akkor volt meg... az, hogy, hogy ugye a tavaszi fordulókat azokat nyáron játszották. De akkor valóban nem a volt nyel. harmadik már olyan, mint mondjuk még 7 8 vagy 6 7 be ott igen. Úgyhogy az, de az, ez, teljesen ledöbbentett, ez a 32 pont. Ahhoz képest, hogy most mi a szitu. Na de akkor nézzük, hogy mi történt a Liverpool-Manchester City meccsen, amit beharangoztak, beharangoztunk. Nagyon sokokból egy óriási meccsnek, meg egy óriási összecsapásnak egy jó darabig valószínűleg az utolsó bajnoki összecsapás Jürgen Klopp és Pep Guardiola között. Nem tudom, hogy az utolsó. Bajnoki, hát szerintem egy darabig, igen, jó, szerintem, igen. De hát nem tudni, mert azért nekik az, az a lételemük való a futball. Tehát Klopp is most oké, okay, elmegy. Egy, ahogy mondta, hogy egy évet biztos nem semmit sehol, ki tudja, hogy így marad -e, de, de utána Ez azért szerintem... Mosolygott már a meccs után az azért... én... Itt... He'll be back. He'll be back. Igen, 12-szer győzte le Jürgen Klopp Guardiolát, egyetlen egyedző sem tudta ennyiszer az ő pályafutása során. És a pont a felvezetésben készülve a mesél, és ezt elmondtam a közvetítésben is, de az egyik kedvenc adatom ezzel kapcsolatban, és amit itt mondtál, szerintem Kloppnál is nagyon hasonló a helyzet, hogy egyszer Guardiola felesége mondta azt, hogy kb. 40 percre lehet elterelni a figyelmét a futballról, utána egész biztos, hogy azon kezd el kattogni az agya, tehát bármit mond neki, úgyis a foci lesz a kifutása a beszélgetésnek. Szóval Kloppnál is ez van, ők azért megszállottak, nagyon nehéz elképzelni, még azt is nyilván ezt az egy évet meg fogja valószínűleg hagyni magának Klopp, amit beígért valószínűleg magának, a családjának, a környezetének, mindenkinek, de én is nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy utána azt mondja, hogy készén végeztem ezzel. Hát pláne, hogy még tényleg mond, ugye az indoka az volt, hogy már nincs az az energiaszint, amivel kéne ezt művelni, de hát az vissza fog jönni meg, hogy most látjuk őt a, 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 vonal mellett, meg hát nyilván a hétköznapokon is biztos ugyanolyan az edzésem, hogy azért az az, 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 ha ő magában azt is érzi, hogy már nem olyan, mint régen, meg hogy most kell a pihenő, hogy ahhoz, hogy az újra ugyanolyan legyen, az a pihenő pont elég lesz ahhoz, hogy, hogy hogy ő ezt vissza akarjon térni. Nem tudom elképzelni tényleg, hogy de térjen vissza, számos pozíció fogja őt várni. A klubfutballban is, de neki már ebben a korban, ami még mindig egy fiatal ember, Klopp is az, vagy Gárdiol is azt mondta, hogy még fiatalok vagyunk, mi még simán tudjuk ezt csinálni. Szóval Lehet, a, hogy a, megtetszik az, neki majd a tévézés, a úgyhogy a... ki tudja. Hát, hát, ott, is, a, az, a, hát a, is ott is, várják ott, őt, az hát, egész biztos. És hát ott, remek volt, ő ott tűnt föl igazából. Ő a TV szakkommentátorként, ugye már nem is tudom, melyik világtornán, ugye, hogy a németekkel, ahogy, ahogy, beszélt, ugye akkor az, ott, ott mindenkinek úgy leesett az álla, és akkor a, onnantól kezdve már így a így a pálya még inkább egy jó irányt vehetett, szóval itt, itt vannak szövetségi kapitányi posztok, vagy lesznek amiket, tehát a német az, az kézenfekvő, de hát az angol ezzel az angliai, angliai uh, ö, akkor választották meg őt az évszemüveges arcán a Németországon. Hát, szóval, szóval ez. Ez nem hangzott el a tegnapi közvetítésben végül hát most, most már az fogsorát is megkaphatnám elé, akkor még igen, nem volt az ilyen, ilyen szép. de De angol válogatott ez. Simán lehet tudom szép képzelni. Attól függ, hát már azért gondolom, hogy a németet választanám, hogyha azok is nagyon-nagyon kerülgetik, nagyon 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 és miért ne kerülgették. Kerülgetik meg őt mindenki. Szerintem az, hogy te Liverpool edző voltál, és azt mondod, hogy a Liverpool mellett más angol csapat edzője nem leszel, az a válogatottat is jelenti, amennyire ők gyűlölik a... Hát tudom, értem, azt tudom, igen, de szerintem de nem, nem, ő, ők, a, ők, a, ők a, az Lines. intézményt, ők Igen, az intézmény, Igen. nem az, tehát ők nem, 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 a, nem, az országukat nem, nem, szeretik, hanem az intézménnyel mennek szembe, mert ugye ahhoz, ahhoz, túl nagy a szegénység abban a régióban, hogy még föntartsanak az ő meglátásuk szerint ugye egy, egy ilyen intézményrendszert, és ez nyilván ez, joguk van ezt gondolni abszolút. De a válogatott szerintem ettől még Lettőbb. És lehet, hogy a liverpool se fognak a a himnusz alatt, hogyha ő az edző. Na mindegy, nem tudom. Tehát válogathat, ez a lényeg, hogy válogathat, és ahogy, ahogy őt megismertük, szerintem az alapján mondhatjuk, hogy ez az egy év, ez bőven elég lesz neki, hogy ő teljesen kipihenje magát, és, és így újra töltse az elemeket. Na de térjünk rá arra, amit Klopp tegnap alkotott, és e, ahogyan összerakta -e ezt a csapatot, egy kicsit kényszerpályán mozgott, valószínűleg, mert Normál esetben én azt gondolom, hogy az, hogy Szoboszlai Dominikkal kezdett, és 60 percet játszotta, és pont egy óra után cserélte be azt a szalahot, aki megint csak részfeladatok megoldására volt alkalmas, azt gondolom az orvosi stáb javaslata alapján, az azért eléggé beszűkítette a lehetőségeit Kloppnak. Ezzel együtt az egész meccset látva, annak ellenére, hogy itt a Liverpool nem igazán kezdte jól ezt a meccset, mert az első negyed óra, 20 perc teljesen egyértelműen a Manchester city volt. Mondhatjuk azt, hogy Klopp kihozta a maximumot. Nem csak ebből a meccsből, hanem abból az időszakból, amikor ennyi-ennyi sérült el, meg, meg félegészséges játékossal kellett dolgoznia. Szerintem egyértelműen, persze. Hát az egész szezonra is valóban ez vonatkozik, de erre a meccsre is, hogy nem tudott a legjobb összeállításban. Ugye... Bradley Barn, mekkora is tehetség, azért, azért lehet, hogy Alexander Arnold kezdene, vagy valószínűleg kezdene, szállá, ott nem tudod játszani. Nem vagyok benne ezzel. annyira biztos. Hát lehet, hogy betenné, középpályát tenni Alexander Arnoldot, nem tudom. Hát lehet. Mind lehet, nem? biztos, hogy, benne, hogy Alexander Arnold Valószínűleg állandó. Állandó. Mindegy, most a lényeg az, hogy, hogy örülhet a Liverpool, hogy van egy ilyen, aki, aki majd nem gondoltuk, hogy valaha Alexander Arnold helye megkérdezhető legyen egy Liverpoolban, az most, most megtörténik tulajdonképpen, bár annyira. De jó, valószínűleg őt de ragadjunk rá itt. Azt akartam csak ezzel mondani, hogy, hogy, tényleg nem a legerősebb csapat, és, és, így, így tudott, és ezt elmondta Klopp is, hogy, 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 ehhez képest is neki az volt a nagyon jó, hogy ezt látta, meg hogy a, a teljesítmény. Tehát az, ez volt a kérdőjel benne, ugye ezt elmondta utána a sajtótájékoztatón is, hogy ő teljesítmény, mert ez a csapat ez ott tart, -e, ahol mondjuk a City tart. És neki, és őt most meggyőzte ez a meccs, most már sokat szor, de ez a meccs végképp arról, hogy, hogy igen, föl tudja venni a Liverpool a versenyt a világ mondjuk legjobb együttesével szemben. És, és ezt, ezt láttuk valóban az eleje, ahogy a, a City átjátszotta a Liverpool letámadását, az, az, sok gondot okozott a Liverpoolnak, ugye, és abból főleg De Bruyne jövén ugye helyzetek adottak, meg lövőhelyzetek, de, de gól is, de, mondjuk az, az, egy, az egy helyzetfelismerésből, leginkább ugye De Bruyne zseniális helyzetfelismeréséből, meg, a, meg ebből a figurából, amit már kitaláltak a, a, a set pieces coach ugye, meg az egyik edzővel, és Gárdio nem véletlenül ment oda hozzájuk egyből gratulálni, mert, mert milyen árzenál módjára itt is nagyon fontos, ugye, Carlos a rögzített így van, és és akkor igen, de, de, magával, tehát amit, amit, mindig tudunk, hogy milyen az Enfield, ott, ott és erről beszélt Gárdióla is, hogy ott úgy is lesz egy olyan periódus, az kérdés, hogy hosszabb vagy rövidebb, amikor neked nagyon nehéz ellenállnod annak a cunaminak, ami egyszer csak jön. Tehát azt tudják, hogy jönni fog. Tehát ez mintha itt lenne egy ilyen, egy ilyen meteorológia, egy előrejelzés, az majd jön. És azt tudod, hogy jön, hogy pontosan a hanyadik percben jön, az abban nem lehetsz biztos, mert amikor úgy kezdi a Liverpool már a meccset, és már akkor meghalsz, vagy amikor csak a második fél idő olyan, és úgy jön neki, hogy, hogy véged van. Most ez volt az, ehhez kellett nyilván az a nagy aki hiba is, meg hogy vagy Ederson sem mérte fel jól a helyzetet, mert még neki se kellett volna ezt a megoldást választani, hogy oda rúg egy ekkorát. Szóval ez kellett, a hiba, de lehet, hogy a hiba nélkül is ez a, ez, ez, a, ez a jött volna. Hogy aztán söpört volna el 11-es nélkül, elsöpörte volna el az itt ezt, nem tudhatjuk. De azért megvoltak a helyzetek utána is, ugye a akkor lett egy akkor lett egy nehezebb periódusa, ott Diáz egyedül rúghatott volna ugye kettőt. Hát az milyen labda volt Szalától? Szalától az a labda. Az nekem egy kicsit furcsa volt, hogy city, vagy bocs, bocs ha váltok city hogy, 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 ugye ez a De Bruyne eset, nem tudom, lehet, hogy fel akartad hozni, fel akar, megyek de, akkor? De, de nyugodtan Na, arra. Annyi hogy mindent, hogy történt ezen a meccsen. Nagyansz, kap... Igen, hogy, 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 ugye De Bruyne, hogy, hogy lehozta, és láthatóan nagyon bosszus volt De Bruyne, és azért egyrészt, ami nekem nagyon fontos volt, és ilyen szimbolikus, hogy Guardiola odaült, és elkezdett vele meccs közben, tudod így meg, meg, meg kiszíne, megmagyarázni hogy most miért, meg hogy ne legyen bánk. Tehát kivel csinálja ezt? Csak De bruyne tehát, hiszem, az egy, Én nem tudom még egy olyan játékos mondani a csapatból, akivel ezt, ezt meg át, tehát ilyen a szerepe, a státusz a De Debrö a, a n belül, tehát ez, ez nekem azért jó volt látni. De másrészt meg, hogy igen, kicsit furcsa volt nekem, hogy leviszi még akkor is, hogyha hossza, sokat kihagyott korábban, de hát abból már simán visszajött De hogy leviszi őt, aki azért meccseket képes eldönteni ebben a szituában, és elmondta, igen, hogy neki kellett középpályára még egy ember, hogy meg tudják tartani a labdát, legyen még egy passzopció a játékosoknak, és Kovácsics beállításával lett passzopció, de, és de miért nem hozta csak le Álvarezt? Tehát lehozom Álvarezt, behet, behozom Kovácsicsot, és akkor most nyilván nem akarom kiogtani, nehogy valaki félreértsek Pep Guardiát, a világ legjobb edzőjét, én innen, itt a izéből, aki, Megvan még életében, megvan életében nem erről van szó, nem erről van szó, a világ legnagyobbja, még Jürgen Klopp is mindig úgy beszél róla, hogy ő a világ legjobb edző, és én is így gondolom, mert Klopp azért persze ott van mellette szorosan, de, de az egy kicsit nekem is furcsa volt. És, nem, és csak akkor csak azért akartam mondani, arra Utalok ezzel, hogy megértem De ezt a fajta felháborodását, hogy egy ilyen meccsen ő, ő neki miért kell eljönni, Miköz, miközben lehet, hogy az egy szemkovácsicsal lehetett volna kicsit megfékezni ezt az De hát ezt már sem tudjuk meg, és ha megnyer a City-ben mondjuk Doku berúgja, akkor mindenki azt mondja, hogy na, Guardiola meg én mit csinált, mit, mit húzott azzal, hogy Doku is beállt. És... és... nagyon jót mosolyogtam, mert ugye hallgatjuk általában a Guided közvetítés közben, és Peter Drury volt a mérkőzés kommentátora, és amikor Történt ez a jelenet, akkor ugye hát ugye a maga szavaló stílusában no one can be bigger than the club. Hm. Except. Kevin De Bruyne. <gül> <gül> Senki nem lehet nagyobb a klubnál, kivéve Kevin De Bruyne-t, hogyha valaki esetleg Tehát, hogy ez tényleg, amit mond, az tökéletesen egyetértek, hogy nincs még egy olyan játékos a földön, akinek Guardiola ezt a szívességet megtette volna, hogy meccs közben oda megy és elmagyarázza a döntését. De nem is az, hogy nagyobb, mint a klub, nem erről van szó, Persze, hanem szépen. az csak Na, arról, öt, hogy, öt, hogy, öt, 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 öt. hogy, hogy van olyan intelligens, hogy meg lehet ezzel nyugtatni, hogy és be, van olyan a, 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 kapcsolatuk, hogy, hogy ő ezt meg. És De Bruyne vele. meg ez nem, ilyen a játékos nem azt érzi, hogy nagyobb, mint a klub, tehát a De Bruyne, hanem ő azt érzi magában, hogy én tudok még segíteni a csapatnak. Én ott lettem volna, én most ott Hollandnak még adok majd egy olyan labdát, vagy én berúgom, még hogyha van egy olyan lehetőség. Az és nem csak, meg tudtam nem csak volna úgy a mint 10-ből 9 játékos, hogy miért hoztak le, miért hoztak le, nem. Meg Ez tudta volna magyarázni, valószínűleg Gardiolán is meg van. tudta magyarázni, hogy szerintem ezért kellett volna a pályán maradnom, ahogy te is mondtad, hogy ha van még egy középpályás mellettem, akkor én jobban játszok, és ugyanúgy tudok segíteni a csapatnak. Mondok kettő dolgot, ami szerintem esetleg érdekes itt a számokat nézve. Az egyik az, hogy az első félidőben a Liverpoolnak egyetlen egy kontratámadása sem volt, a második félidőben öt amit végigvezetett egészen lövésig, illetve az, hogy Holánnak egy labda érintése volt a 16-oson belül. Kezdjük először az elsővel, szerintetek mi volt az, ami alapjaiban változott az első félidőhöz képest itt a másodikban? Az állás. És viccen kívül. Tehát, hogy a góllal változott meg csomó minden, nem? Egyértelmű, igen. Tehát nem tud, tehát, te biztos, hogy még intenzívebb letámadás lett volna a, a Liverpoolnál, lehet, hogy még, 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 egy kicsit jobban szervezett is, de valóban a gól kellett, ami a, gól az, az mindig alapjaiban megváltoztatja, vagy, vagy határozza meg a meccset, és változtathatja meg alapjaiban, és rendszeresen azt mondani. És ha az enfield -en meg, hát ott meg pláne, ott, ott a közönséggel együtt, ott, ott az olyan erőre kapnak játékosok, hogy, hogy utána nem nagyon tudsz mit csinálni. Nyilván volt valami kis taktikai módosítás is, de hát, szét, de hát azt látta Gárdióra is, és ezért lépett persze, hogy itt most a Liverpool a gól után, hogy ott, ott elindult, és ott, ott neki azt meg kell fékezni, és kell passzol, csak erre van, hogy Kovács is bejön, Bernardo Szilvát mondjuk kiteszi szélre, vagy, mint közben, mert már mennyiszer játszott szélre, és már játszhatott is, és akkor megvan, megvan talán ez Oldva Stones, Rodrival, Kovácsicsal középen, Ő, ugye, hogy labda birtoklásnál, ez, ez, ez simán lehetett volna talán, de hát ez nyilván kárdulat, ugye én senki vagyok, ő meg a világ legjobb edzője, tehát ezt úgy <laughs> tudja. Ne ezt hagyjuk már. <gül> <gül> ezt nem lennénk kíváncsiak a véleményedre, <laughs> hogyha senki lenné, úgyhogy Holand nem... <laughs> egy labdérintés a 16-oson belül. Dicsérjük. Csalóka egy picit szerintem, mert <laughs> volt. Ezt akartam kérdezni, hogy, hogy mit nézzünk itt ebben az esetben, azt, hogy milyen hatékonyan elzárták őt a középpályáról, és ott volt egy olyan fal, ami átjátszhatatlan volt vagy esetleg Holland biztosított egy kicsit kevesebb ö, opciót most a társaknak arra, hogy hogy megjátsszák őket. Most hirtelen, ami beugrik, mikor Fandijkra vezette rá egy az egyben a labdát, és az volt az ember érzés, hogy na most valamelyikük ebből óriási nagy győzelemmel jön ki, de a vége az lett, hogy előtte Holland. Hát azért Fandijk jött ki óriási győzelem, mert pont úgy billentette meg Hollandot, hogy azt már csak úgy tudta előni. Igen, és az Keleher kezébe ment középre, és az éppen csak kívül volt a 16-oson. Mondani. Na, mondjad, mondjad. De szerintem csak ennyi igazából, hogy Holannak egyébként nagyon rosszul nézett ki az, hogy hogy sehol nem tud beleavatkozni a játékba, és sehol nem találják hát, meg őt a társadalomban. Végül is kapott mencsen... jogom ezzel, hogy ja, valahol hiatt. beleavatkozzon. De ugyanilyen meccsei már voltak, és ugyanakkor lőtt gólt. És itt is az egyetlen érintés az rögtön lövés is volt, vagy Egy azt hiszem, hogy az is volt. Egyet volt, igen. Ugye volt olyan, amikor úgy próbálták kiváltani, hogy nincs nagyon játékból, már nagyon-nagyon mélyen visszajött Holland, és akkor mélységből indultak emberek abba a területbe, amit ő nyitott. Ez most, most végül is nem volt, de, de, Bruyne, hát de Bruyne lehetett volna még az itt az utolsó 20 percben, aki, aki mondjuk még a a labdákat adja neki, és akkor még kicsit lehet, hogy más lett volna az egész. De azért, hogy, hogy Holland ennyire nem, az szerintem azért Kvánszának is az érdeme. Meg, tehát, hogy van, a, van fándák mellett azért egy olyan nagyon fiatal Liverpooli középső védő, akibe, akire lehet majd számítani hát, hosszú Hát akire távol, nem számítottak és, volna, ha nincs igen, kiválása. Így, így, van. Igen, vagy Batip nem esik ki ugye az egész szezonra szinte. Tehát itt most ő, ő így, így föllépett ő is a sok fiatal közül egyiként, és, és akkor erre is lehet büszke igazán, és, és erről beszél sokszor, hogy amikor, meg amikor ennyire boldog egy ilyen döntetlen után is, hogy, hogy itt most látja ezeket a fiatalokat, akik valóban nem kezdtek volna. A Kvánszá, Eliott ugye nem kezdett volna akkor, hogyha például Bradley nem biztos, valószínűleg. Nem most az utóbbi időben azért szenzációs formában van. Hogy, hogyan, néz de nem most kezd, egyébként. hogyha van szála, akkor nem kezd. Igen, hogyan nézne most ki a csúcs középpálya a Liverpoolban, mert azért uh, szoboszlai helye szerintem megkérdőjelezhetetlen, Mekeliszteri is, Endói is most már? Hát szerintem igen. Ugye Ez a mostani volt szerintem a ez, Szerintem most ez, mert muszáj, mert én, az én felfogásom szerint kell azért egy hatos. Tehát aki ekte hatost. És ugye a felvezető, amikor utoljára itt volt a podcastben is, és én azért írtam le a, akár Tibi veled szemben, és neked lett igazad a liverpool amikor én azt gondoltam, hogy ez a csapat ez csak a BL-ért fog harcolni, és nem, a, és nem a bajnoki címért. Majd elég... a legtöbbet hallgatott adásunk az. Úgyhogy köszönjük. hát köszönjük, ez nem miattam, hanem, hanem a szoboszlai, szoboszlai idény, idén előtti felvezetője, úgyhogy ez, 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 ez Dominiknak köszönhető, de a lényeg, hogy hogy, hogy akkor én azt gondoltam, hogy, hogy, hát nem biztos, hogy, hogy lehet. Nem le. Ahol van egy Rodri, van egy, tehát egy City Rodrival, Arsenal rice de még az Spurs is Bissumával is talán még, még erősebb, ugye? És hogy nem tud... Bisszuma nem is biztos, is magasabban játszik. Igen, és nem tud... Ja, azt mondod, hogy magasabban jegyzet. Nem, nem játszik. Nem, de, nem Hát, egy... hát a védelem előtt játszik. Azért ott kell egy... De mindegy, de a lényeg az, hogy nem tud, gondoltam, meg Endorról sem gondoltam, hogy azért így, így nagyjából, hogy, hogy néhány hónap alatt azért ilyen szinten tud majd futballozni. És igen, emiatt Endo, csak emiatt megkérdőjelezhetetlen a helye, mert nincs más, és azért McAllister szerintem mindig inkább 8-asban sokkal jobb. És Curtis Jones bármennyire is, is, remek formába került ebben a szezonban, tehát amikor folyamatosan játszott, azt lehetett érezni, hogy igen, tud szintet lépni, amit mindig, mindig kérdőjeles volt, hogy ő tud-e szintet lép, lépni, hanem, vagy csak megmarad egy nagyon ügyes Liverpooli nevelésnek, aki, aki, viszont esetleg nem olyan a kapu előtt, nem annyira találja fel magát, mint ahogy kéne, esetleg az utolsó passzok sem mindig pont olyanok, ok, amilyennek kéne, és, vagy hogy azokból többet mutasson, és ő is ott volt. Tehát nehéz erre válaszolni, vagy én nehezen tudok rá válaszolni, de azt hiszem, hogy ez, amit most láttunk, ez a legerősebb középpálya Most. Na, akkor térjünk rá arra, hogy hogyan fog kinézni ez a bajnoki versenyfutás, amelyben még az árzenál a harmadik szereplő itt a tegnapi két egy-egyes döntetlen játszó csapat mellett. Jelen pillanatban, ahogy Doma mondta, egy pont a különbség. Az árzenál vezet a jobb gól különbségének köszönhetően a Liverpool előtt, és egy ponttal van tőlük lemaradva a Manchester City. A következő fordulóban majd, mert hogy F-Kupa, utána pedig válogatott szünet következik. majd ja, Igen, valószínűleg fél mondattal emlegetted, hogy felvezette ezt az egészet, hogy most ez nagyon jól működött, ez a Liverpool, de hogy teljesen más lesz. Három hét múlva játszanak Igen. legközelebb. Igen, nagyon-nagyon nagyon hosszú, hosszú az a pihenő. Vagy az árzenál. Úgy érted, Árzanál akkor játszik újra, igen. Most elmarad a kupa meccs, és válogatott, szövet, és City, és City-Árzán úgy jönnek vissza, egy nagyon hosszú pillanat De Liverpool se játszik, ugye? Liverpool se, igen. Hát úgy értem, hogy az FA-kupa állásában, de a csapat pályán de pályán lesznek hétvégén az Árzanál, viszont elmarad a hétvégén, mert ugye a kupa, az ellenfele az kupa szereplő, utána válogatott szövet, és egy City meccsbe megy be. Mindegy, nem is ez talán a legfontosabb. Árzenál, igen, hát abszolút, abszolút három csapatos, ez nem is, nem is kérdés. Ami, ami ennél az Árzenál javára váljék, abszolút, hogy nagyon-nagyon nehéz ellene gólt szerezni, ugye, azt azért látjuk, még, hogy, ö, amikor gólt kap, akkor milyen gólokat kap, mint most a, a Brentford ellen. Tehát, hogyha megnézzük ugye az XG különbséget, abban messze a legjobb. Tehát, hogy az ő helyzeti alapján, illetve amit az ellenfelek hajz, ö, alakítanak ki vele szemben, az abszolút, abszolút első, tehát is ehhez kell ez az egészen elképesztő visszatámadás a labdavesztés után. A nagyon jó rest defense, ugye, akik tehát, hogy nagyon jól helyezkednek, nagyon jól lelesve, nagyon jól figyelve, hogy ne tudjon az ellenfél támadást indítani, úgy, hogy mi közben nagyon magasan játszunk. Tehát ez megvan, ami nekem mindig végig gond volt az, hogy, hogy, hogyha a helyzetteremtés, a befejezések, és azért gondoltam azt, hogy más lett egy kicsit az árzenál ebben a, ebben a szezonban, mint korábban abból szempontból, hogy nagyobb a kontroll talán, és és nem érzed azt a, azt a, azt a nagyon azt a flóta, hogy amilyen nagyon könnyeden alakította ki a helyzeteit az előző szezonban. Az a könnyedség most nincs, van mellette más. De ugye az utóbbi eredmények azok azt mutatták, hogy, hogy azért a gól sem már annyira hadilába, mint gondoltuk, de az csalóka mégiscsak, mert azért Bölni, meg se fér, meg most egy nagyon lecsúszóban lévő veszt ellen és nem akarom elvenni az arzán értemét, csak ezt muszáj látni, mert ahhoz, hogy mert, hogy igazából, hogyha nyerni akar, akkor akkor most kell megmutatnia, hogy tényleg mi, mert ugye van neki még egy United elleni idegenbeli, egy City elleni idegenbeli, egy Spurs elleni idegenbeli, még azt egy Brighton elleni idegenbeli is. Tehát itt három-négy olyan idegenbeli, amin, ami miatt azt gondolom, hogy neki talán, talán nehezebb a dolga, mint a másik a kettőnek. Tehát, ugye ugyanezt elmondhatjuk róluk is, és a Liverpoolnak meg könnyebb a, a sorsolása. De, de a City otthon fogadja az Arzenát, és az spurs kell mennie, és már... És, és... és, lesz még egy Aston Villa. Hát most láttuk az Aston Villát, az nem tudom, jó, oké. Jó. De nem. szerintem egyen, a Citynek se könnyű, de talán egyen. Én azt, én azt érzem, hogy egyen jobb a Citynek. A nem sorsorásra. nincs az az érzésetek egyébként ezzel az Arzenállal kapcsolatban? Mert nekem folyamatosan ez a gondolat motoszkálott a fejemben, hogy annyira Mindent kézben tart itt, a csapat kialakításától kezdve, a játék, ugye itt a pontrugásoknak az előtérbe kerülésében is, persze ugye Nikolás Over dolgozza ki ezeket a pontrugás stratégiákat, amennyire tudjuk, de hogy az egész egy annyira gyönyörű felépítményként működik. Tehát, hogy megvan az oka annak, hogy miért igazolta le rice arra a posztra a csapat, megvan az oka, hogy miért igazolta le havertz aki most ugye megint nyerő embernek bizonyult, miközben egy csomó károgó volt, hogy minek ide, meg hogyan lehet vele előrelépni, és az ő magassága az például döntő faktor volt. Az a fizikum, amit Rice be tudott vinni itt az Arsenal középpályás játékába, úgy szintén. És ez az, amit szerintem itt az előbb te is említettél, hogy az Arsenal játéka ettől egy kicsit lehet, hogy statikusabb, lehet, hogy egy kicsit még azt is mondhatjuk, hogy kiszámíthatóbb, miközben folyamatosan fejlődik játékban az Arsenal, és azt a stabilitást, meg azt a kimunkáltságot érzed rajta, amit korábban én azt hiszem, hogy csak Pep Guardiola Manchester City-nél érezhettünk éveken keresztül. Igen, hát ezzel nagyjából egyetértünk. Azt, azt lehet érezni, hogy szerintem ezeknek az igazolásoknak az az oka, hogy egy fizikailag még erősebb csapatot akart Ártéta. Uh, Tehát azzal, hogy megjelent Rice az ő termetével, az ő, az a, a, a középpályán, az már mindjárt adott és, és tényleg az a, azokat, a, azok a fizikai attribútumok, akik megvannak neki, nagyon fontos uh, Havertz is azért, azért az azzal a magassággal, föl lehet neki tenni a labdát. Tehát Mégis az... a kisebb ráját védeti hát jó, de igen, de ott, 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 igen, de ott viszont azért jó, a lábbal való játék az, az, fölülírja azt, hogy most pár centi különbség van. -e. De szerintem szerintem inkább ezek igen. számítottak. Egyébként, ha már itt tartunk. Hát most egyszerre volt, ugye, egyszerre mentett is, mert ugye azért volt nagy védés, egyszerre ugye óriási hiba, nem lett volna sehol a Brandford, lehet, valószínűleg sehol nem lett volna, hogyha nincs az a Tugatott hiba. Tudatott egy gólt vissza van. Hát azért mondom, igen, ez, ez, nem. Hát Brian, de, már, lett, de ő már a garas letette el mellett, már rég várt úgyhogy ez szerintem egyértelmű. Az a kérdés tényleg, hogy most meg tudja -e győzni a felől, hogy neked itt a helyed nyáron, Remzdért, így is itt a helyed, vagy, 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 pedig nem tudja és el fog igazolni, mert hát annál remzés sokkal jobb kapus nyilvánvalóan, hogy ő most való második számú legyen. De sokat elárul az a meccs vége, hogy még kifordult a szurkolók felé, hogy csak megnyertük. Én nagyon kedvelem rendszert egyébként, és, az és nagyon, az nagyon nem sajnálom, tett igen. Tett semmit. Én abban nem értek egyet. Nem? Uh, nem? Hát azért nem, mert, amit itt Dani is mondott, hogy gyakorlatilag ez a verseny szerintem el, és az, amikor azt kérdeztem, hogy vége De ez nem most dölt el. Hát nem a most dölt el, nyilván, nyilván itt ö, inkább azt gondolom, hogy most már Remsdale jövőjével kapcsolatban ez egy érdekes kérdés lehet, hogy, hogy ő ezekben a helyzetekben, amikor most ugye azért kapta meg a lehetőséget, mert Brentford kölcsönjátékosaként szerepel még jelen pillanatban az Árzanában, de amikor megkapja az esét, akkor azokkal hogyan él, hát ugye volt az az első Brentford elleni meccs, ahol szintén azért voltak bizonytalanságai, itt most volt ez a kellemetlen gó. és nem az a baj ezzel, mert tényleg voltak nagy védései, ugyanazokat a karakterjegyeket még mindig hordozza, amik az előző években nagyon jó kapussá tették őt, de ha Egyébként, és ez így működik szerintem a játékos fejében is, ha egy jelenetre emlékszik vissza erről a meccsről, akkor szerintem ez az. Amikor visszába belerúgja a labdát, és onnan a hálóba pattan, és a szurkolóknak is szerintem a hosszú távú emlékezetében ez az, ami inkább megmarad, és ez az, ami inkább hatással van rá. Ez így van, csak ez benne van a pakliban olyankor, amikor nem véd valaki. Tehát ugye az, hogy most ezt valószínűleg nem csinálja meg, hogyha folyamatosan ő véd, mert akkor ritmusban van, érzi, tud igen, úgy, hogy még mennyit, szabad mennyit szabad igen. még várnom. Nem. most pont ez pont attól történt meg, hogy ő most ebből kiesett, és, és nem ő véd ebben a szezonban. Na még egy gyors kört menjünk azzal kapcsolatban, hogy most kire tesztek a három csapat közül. Ja, már domát, hogy is csak így még előtte kérdeztem. Nehéz. És én én City-t city city mondtam végig, én city mondok még mindig, city még mindig city mondok. Én azt gondoltam, hogy ha nyer a City Liverpool-en, akkor, akkor nem is kérdés, hogyha nyer az Anfield-en. Így, hogy idézőben csak X. Így azért még mindig szerintem ott van. És mondom, ő ezeket szerint... Hát nyilván most az Arzen, a City Arzenálon rengeteg múlik majd ott, ott. Ott, ha, ha nyerni tudna az árzán, akkor, akkor borulna minden, amit gondolok, de na, mindegy, röviden City, nálam még mindig City. De... Nálam meg még mindig ugyanaz a helyzet, hogy teljesen fölösleges belemenni, mert van tíz meccsünk, és ezen a mostani hétvégén is, ha csak az Arsenal meccsét nézzük, a 86. percben jött ez a Havertz fejes, amivel megnyerték végül a meccset. Ki tudja, hogyha az nincsen, akkor ugye megint mi a Liverpool. Az elmúlt hetekben 99. perces győztes gól, 97. perces győztes gól, most a City ellen. Ha az egyik City beadást éppen egy centire nem kési le, nem tudom. Hát most Holály, lefested vagy a, Debről, a futball nem. kiszámíthatatlanságát, és ez így van. Ez játék van, azért csak tippelünk, ez nem lehet. Ez nem, csak még nem nem a szokásos, az... ezért is nézik annyian a, a, az egészet. Ezért volt, most, most hallottam, ben voltam a spillerben, hogy 10%-os volt ennek a mesnek a sermutatója, azaz Magyarországon, aki akkor tévét nézett, minden tizedik ember azt hallgatta, hogy TV beszél, és, Elnézést értem. és ez is jelzi, hogy ez most milyen különleges csata, de ugyanúgy igaz ez a többi PL csapatra is, hogy minden korábbinál erősebbek, és nem lehet hiába Brentford az ellenfél, bárki az ellenfél, nem mondhatod azt, hogy ó, az hátralévő tíz meccsből úgy, ahogy, mit tudom én, a legnagyobb szezonban, a 18-19-es volt az, mikor fejfej -fej mellett mentek a Nem. végéig, és száz. Te, f... Hát kettő volt, 18-19, meg, meg a 20 hogy volt 21-22 is. A 18-19 volt, a az, volt a, az, amikor majdnem majdnem száz. Az a 20-21. Tehát a bajnoki címük ja, után igen, lett nagyon igen, szar, igen, és a 21-20, akkor villa, villa ellen, ugye, villa ellen fordítania kellett a végén. Így van, a... Van. van, igazad van. De így van, tehát hogy ez a 18-19-es az első, amit amit közösen uh -huh. csináltunk a Spilleren. Ah, ha ennyire értem, akkor nem is mondom, hogy szerintem az Arsenal lesz a baj. <laughs> no, ö, beszéljünk a Tottenhamről még egy pár gondolatot, mert hogy azt azért tudjuk, hogy te őket ö, még közelebbről követed, mint a legtöbb szurkoló itt Magyarországon, és lehet is, mert szerintem nagyon-nagyon élvezetes az a foci, amit a Spurs játszik. Mindenki nagyjából a helyén van, és ha azt mondtam Ártétáról, hogy ő is nagyon-nagyon szépen struktúrákban gondolkozva alakította ki már a keretet is, akkor azt most már az, ki lehet jelenteni itt március közepéhez közeledve, hogy még itt ez a téli átigazolási időszak is nagyon jól sikerült posztekoglónak. Igen, ez, ez így van, és igazából ahhoz képest is nagy dolog, hogy itt vannak, hogy én azért úgy itt éltem meg a spurs hogy a tizedik forduló óta az volt az a bizonyos Chelsea elleni, ominózus meccs, amikor ugye kiá megsérültek, kiállítások, tehát Van de Vén, Madison, S két utána nagyon fontos. 46 két, méteren. igen, igen, kiállítások, de hogy ott hány ember esett ki hosszú időre, illetve rövidebb időre, és utána folyamatosan kiestek mindig emberek. Szóval azóta ez egy túlélő, túlélő mód a Spursnél, és ahhoz képest, hogy túlélő módban volt azóta, ahhoz képest szerintem, ahol áll, az jó. Hogyha szerintem ezek nincsenek, akkor ki tudja, hogy nem négy frontos harc ez, csak halka jegyzem meg, de ki tudja, hogyha végig a komplet csapattal tud menni. De legalábbis az cél, cél kellett, hogy legyen, hogy ott ragadni a BL helyek egyikén, vagy arra reális esélyed maradjon a negyedik helyre. Ez volt a, szerintem onnantól kezdve leginkább ez lehetett a, 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 a a feladat, pláne ugye Afrika kupa, Ázsia kupa, tehát folyam, mindig, tehát még Ez volt, tudod, ez volt az első meccs egyébként, az West Villa ellen, hogy azóta a leges legerősebbel ki tudott Azt állni, szám, mert mindig valaki volt. Még, két hete vagy három hete még, volt az a Wolves meccs, amit még, én kommentáltam. És, és még az akkor az is, és még akkor is ki pillanatban nem volt. Az Udogi, még megsérült. Így van, és porró nem volt, és, és a posztekoglú fér a futballban nem kell talán ezt kiemelni, hogy a két szélső védők mekkora szerepe van azzal, hogy támadásban egészen 16-osig, hát, még, talán még inkább, mint Póról, hogy jön Föl, vagy a fél területbe lépnek be, és, és vagy pedig egészen viszi le 16, 16 be, a védelem mögé bemozdulva udogi, és kapja a Tehát, ő a támadásban milyen szerepük van, meg amúgy a védekezésben is fontosak. Ha már udogi egyébként, azt szerintem ő maga sem gondolta volna, nyilván nem lehetett az akalkulálni, hogy gyakorlat gyakorlatilag itt a szezon elején az egész szezonra kidől a keresztalak szakadás miatt. De gondolom azért meglepett téged is, hogy ő ennyire passzolt ebbe a csapatba, hogy fizikailag ennyire könnyen fölvette a Premier league -nek a ritmusát és az iramát? Abszolút, azért a fizikuma, azt az, 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 lehetett gondolni, hogy neki elképesztő a fizikuma. 188 centi az, 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 teljesen, de az, hogy ő ezt nem játszotta soha, ugye őt az Udinézében is ugye szárnyvédő volt, és ezért is akarta, még akkor, akkoriban Conte, meg ugye Paratici, mert hogy a Spurs futballjában szárnyvédők vannak, és ehhez képest ugye Postekoglu lett, aki viszont egészen más vár, de a balhátvédjét, aki nem szárnyvédő, hanem a klasszikus balhátvéd, de mégsem klasszikus, mert egyrészt jön befelé, meg megy föl egészen sokszor, a, Igen, igen tehát na, nagyon, -nagyon más futball, úgyhogy akkor így utalva arra, amiről beszéltél, igen, hogy, hogy azért ezt ne felejtsük, hogy ez az első szezonja posztakogulnak, ennyi. Nagyon sok csapatot sújtottak sérülések valóban, nem csak a Spurs, nem lehet csak a spurs említeni, mert mentük a Liverpool, a Newcastle-t, hogy megremegtette ez az egész sokakat, de a spurs is, és első szezonban így ott lenni, azután, hogy milyen mélyen volt ez a csapat, és hogy ennyire fiatal játékosokkal kell ezt hozni, szerintem ez biztató lehet a spurs -A és a következő szezonban, szerintem ott kell lennie pán egy klop nélküli Liverpool, nyilván jó edzőt választanak, de azért mégis a klop nélküli Liverpool, szerintem ott kell lennie azok között, akik, akik megpróbálják a, 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 a City Arsenal kettőst majd, majd valahogy meg, megfékezni, vagy utol lehagyni akár. Tehát szerintem számolni kell akár még ilyen szinten is majd a Spurs, aztán lehet, hogy vagy egyébként most én túlértékelem Postekoglut. De inkább F azt, azt kérdezném ezzel kapcsolatban, hogy ez a bátor őszinte és nagyon-nagyon nyílt foci, amit a Postekoglu érában most már játszik a Spurs, az nem egy kicsit a Manchester City és a Liverpool és az Arsenal jelenlegi szintjéhez egy alacsonyabb plafonnal bíró valami? Mert pont így arról beszéltünk itt ugye az Arsenal esetében is, hogy attól sikerült még egy szintet lépni a csapatának, hogy még inkább kockázat kerülő lett. Ugyanez a helyzet a Manchester City-vel is, a liverpool persze nem, uh -huh. de a liverpool azért azt a fajta, most persze félreértés ne essék, itt az elmúlt évek legtöbbében ott voltak az aranycsatában a Liverpooliak, de azért azt a fajta kiegyensúlyozottságot, amit a Manchester City mutat Guardiola alatt, azt nem tudták produkálni. Azt nem tudták, ez így van, de, de de néhány szezonban tudták, és akkor viszont pont ugyanez a nagyon kockázatos foci volt a Liverpoolnál, és hát a milyen magasra játszottak, amikor te kellett hozzá egy fandájk, igen, a maga gyorsaságával is és ott van egy, igen, ott lesz egy fántevén most helyette, kellett egy Alison is, ugye, mint a világ egyik legjobb kapusa, aki ugye, együtt is élt játékkal, tehát amiatt, hogy itt van Vikárió. Itt van Vicario. Nem, nem tessék, hát adom föl a labdákat, és mindent le tudod csapni, hát akkor mégis ott, na, mégis ott lehetnek. Jó, én De azt mondom, távon hogy ez egy kockázatos futball, rizikós futball. Nekem Posztakoglu-nál is egyébként nagyobb meglepetés az, hogy azt nagyjából lehetett sejteni az előélete alapján, hogy mit várhatunk posztakoglutól az, hogy ennyire bejöjjön minden igazolása a Spursnek, szerintem az azért nem volt alapvetés. Vicario egy decens jó kapusnak nézett ki a szériában, az Empoli-ban. Fandevén egy, egy, gyors és de jó... De fiatal holland, akiről tudja. Udogi ugyanígy, tehát egy olyan játékos, akiben nagy potenciál van, de azért még nem úgy hozod oda egy Spursbe őt, hogy ő alapember lesz, és gyakorlatilag minden meccsen. Végig játszik porró egy ilyen középszar, már bocsánat. Főleg hát, nek tűnt és neki is egyébként kimagasló jó szezonja van. Tehát, hogy itt az, a, az az érdekes szerintem ebben, hogy ez a szinte tartható-e, mert olyat láttunk azért, hogy most például a tavalyi Nápolit említve, amikor szinte egy évben van mindenkinek a, a legjobb szezonja és a csúcsformája. Egy kicsit nekem ez az érzésem most uh -huh. ezzel az idei Ér spörszerrel. Értem, is. értem. Szerintem nem ez a helyzet, de majd ez kiderül. Én, én inkább azt gondolom, hogy, hogy ezek, ezek tényleg nagyon jó futbalisták, csak azért nem biztos, hogy ez kiderült eddig, mert nem az a típusú edző volt, dolgozott velük, akik, akiknél ők képesek kiteljesedni a tudásuk legjobbát mindig azt mondom, hogy edző, edző, edző. Tehát nálam a messze a legfontosabb. Nyilván sportigazgató is nagyon fontos, persze. De hogyha egy jól működő klub van, akkor úgy mondom, ahol, ahogy minden úgy összeállt, akkor már edző. Az csak az edző, kvalitásai múlik, vagy a kvalitások beli különbségeken, hogy az egyik csap, hogy melyik csapat, melyik csapat nyer. És ezt látjuk, hát el, itt vannak a, a, Guardiola féle City, a, Liverpool, a Klopp féle Liverpool a példa, és most az Arteta féle Arsenal is, hogy, hogy, ennyi. Ha egy zseniális edződ van, akkor, akkor, akkor ha megvan egy, egy, egy jó keret, akkor, akkor lehet. És ezekből, a, ezek a játékosok mondom, azért tudnak ilyen szinten futballozni, akiket említettél a spurs mert szerintem egy olyan edző van, aki, aki ezt kihozza belőlük. Lehet, lehet, majd kiderül egy év múlva, majd akkor ugyanígy, és akkor beszélgessünk arról, hogy ez Ön most tényleg... Megígérhetem, jó, hogy ez lesz. Jó, és hogy... a BL-8-a döntőjéről, vagy az EL-8-a döntőjéről fogunk beszélgetni a spurs -nek. Hát szerintem az BL 8 döntő. Még akkor is, hogyha nehéz lesz az. Most van egy, egy és van lesz egy négyes nagyon kőkemény sorozat. Most a sorrend az nem százszerzik, hogy így van, de Liverpool City, Arsenal, és, és még talán Brighton a negyedik. Tehát az, az, az nyilván az, az, az nehéz, nehéz lesz, vagy most most ebből. Tehát a Liverpool City arzenál az biztos. Nem Newcastle, nem Brighton, bocsánat, az lehet, hogy volt is. Tehát Newcastle-be menni kell, az, az nehéz. Liverpoolba menni kell, nagyon nehéz. Fogadja a city meg az arsenal -t. Van egy ilyen négyes egymás után. Abból ki, ott, ha abból nagyjából jól jön ki, akkor szerintem, a vill, akkor szerintem megelőzi a villát. És, De és még lehet, hogy az hely is így van. le yeah. az is lehet, igen. Jelenállás Szerintem... szerint hogy az opta és azt mondja, hogy most már 99% igen. az olaszoknak, igen. és nagyon-nagyon szorosan ott van mögöttük az angol, Valószínűleg. Hát most a németek szólhatnak még bele. Igen. Egyébként ez a West Ham uh, Freiburg, az, ez egy nagyon-nagyon majd... nagyon jelentős dolog, igen. hogy ott, ott kijut tovább. Igen. Hát igen, villa, villa, meg saját magáért is tehet azzal, hogy továbbít meg az egész angol futballért, de ugye most megint három meccs, Kamara ugye megsérült korábban, tehát ott is van ez a két fontos harc a villánál, tehát hogy ez... Megint ez, okosan kiállított. Igen, az, az, el, az, az a, a három, meccset, meccset meccs. hogy az annyit fog kapni, tehát, tehát, erre mondom, hogy itt most van egy előny a ilyen szempont, talán lélektani előny is a spurs aztán majd... A hétvég egyik kedvenc pillanata volt még, az is gondolkoztam, hogy azt hozom itt a hét pillanatában, amikor megint a Iszonyatos lendülettel letarolja az embert, és utána jön konszá. <laughs> és így mutat a fejére. Mit csinálsz az öreg? hogy ez, ez miből jutott eszedbe, hogy ezt kéne? Totál indulatból. Tehát, hogy látszik, hogy van mozgásán, meg mindenen. Miként ugye Bogdán Ádinak volt a csapattársa megint még Skóciában. Úgyhogy ő mesélt róla egyszer, úgyhogy mondta, hogy, nem mindig képes visszafogni az indulatait. No, Doma, még azért pár mondatot erről a Belingem esetről mesél nekünk. Nem tudom, hogy ezen, tehát hogy ezt nincs olyan nagyon mit cifrázni, mert hogy kiállították kész, és a Valencia meccset, akkor már lefújta a De az, az hogy lehet, vezető. hogy lefújta? Mit mondtak, vagy indokolt valami? Hogy lehet lefújni a... Már, de úgy fújta le, most direkt visszanéztem, mert tudtam, hogy ide jövök, hogy kb. akkor fújta le, amikor már, már, már majdnem bólintott. Igen, de már a... Nem, nem, de. nem, nem. nem. Mert akkor belefújni... nem hallottad az első sípszót, mert elvileg azt mondta már a szöglet előtt, hogy ez a lesz kis az utolsó... A második kettő. hát, hogy a hang később jön, az lehet, akkor oké. Okay. Ez lesz az utolsó akció a meccsen, tehát hogy a szöglet után lefújja, és akkor a szöglet után kipattant, és Brahim lehet, hogy nem Brahim, hanem Brahim kapta, de mint Brahim kezdte volna el oldalra kivezetni a 16-os vonalában. Hmm. És akkor ott látszik már, hogy a játékvezetőnek a szájában van a sípja, és miután kimegy oldalra, az első sípszó szó az a lendítésnek a pillanatában. Harsan föl. Hmm. Na hát akkor... És a Bellingen piros ugye két meccses eltiltást ér, a Real Madrid fellebbezett, elutasították a fellebbezést, és, és most a, bíróságra a, fordultak a, a, a Spanyol uh, Sportbírósághoz fordultak, még úgy is, tehát hogy ez már ilyen látszatintézkedés, vagy nem tudom, mit remélnek tőle, hogy a Spanyol Sportbíróság nem fog dönteni addig, amíg lemegy ez a két meccses eltiltás. Ugye egyebből hm. már letelt, és nem értem egészen pontosan, hogy akkor mi a Real Madrid célja ezzel. Na, akkor lefújom a mai teljes terjedelmet. Szép. Sziasztok! Sziasztok! Hallatszott!